Igen, ez a világ legnagyobb LEGO készlete. Jól látjátok, végre megérkezett hozzám is, és ebben a mai epizódban össze fogom ezt építeni. Hogy ez most meddig fog tartani? Azt mindjárt megnézzük. Ez itt az Építs Fel, én Zoli vagyok, vágjunk is bele! A készlet egyébként egyáltalán nem friss darab, ez még 2021-ben jelent meg, azóta gyűjtöm a bátorságot, hogy összeépítsem ezt a 11.695 darabos készletet. Egyébként World Map feliratot látunk rajta, mivel egy 18 pluszos készlet, ezért ezt a sötét hátteret megkapjuk, és hát igazából láthatunk rajta, hogy mit építettünk össze. Viszont az is látszódik, hogy nem csak ebben a verzióban lehet összeépíteni, hanem van három másik opció is, amit itt megadott nekünk a LEGO, és egyébként van egy kis podcast, amit lehet hallgatni. Közben természetesen angol tudás szükséges hozzá, de közben tudtok hallgatni dolgot, hát... Nem tudom, meddig fog ezt tartani, legalább egy 20 órára én betippelem így első ránézésre, de szerintem addig kb. Tart összeépíteni. Hogyha megfordítjuk, akkor igazából hát láthatjuk a méretét, több mint 1 méter hosszú lesz, és több mint 65 cm magas, úgyhogy igazából jó kiállítási darab lesz, de továbbra is eléggé izgulok miatt. Oké. Szóval először is van, egy kis dobozkánk, ami eléggé szexi néz ki, nem számítottam erre, hogy lesz benne egy ilyen. És ez elméletileg alkatrészeket fog tartalmazni, ami érdekes módon itt a belseje van beragasztva. Fura, hogy itt lefittyent az oldalán ez a kis fül, de még ide. Ebbe van ragasztva, és így van, ebben van először is az összerakási útmutató, és hát itt van szerintem ez a keret. Így van, ebben a keret található, és emellé itt vannak a pötyik egyessével becsomagolva, színre szétbontva, és itt van a talapzat, amire rá kell építeni, hogyha már építettetek össze ártos készletet, akkor olyan nagy meglepetés nincsen, pontosan ugyanúgy néznek ki, mint az összes többi esetben, de azért nézzétek meg ezt az összerakási útmutatót, mennyire vékony, meguruljál. Szóval mennyire vékony ahhoz képest, hogy a világ legnagyobb LEGO készlete, és az enyém, hogy itt látom, egy kicsit szétcsúszott, kicsit szét van ugorva ez az egész, mindegy, az összeépítésbe ez annyira nem fog beleszólni, de természetesen kapunk némi kis információt hát a készletünkkel kapcsolatban, és az is megvan itt említve, hogy hogyan érdemes összeépíteni, hogyha nem az alapverziót építjük össze, és utána már szépen kezdődik is az építés. Ugye ebben van egy nagyon speciális LEGO szétszedő. Általában ugye ezek a sárga szétszedők szoktak a LEGO készletekben benn lenni, vagy ennek bármilyen másik színváltozata. Ezen kívül még egyébként másik két változatban ér ez a szétszedő. Ebben viszont van egy fekete nagyobb LEGO szétszedő, itt láthatjátok. Ennek segítségével élemű pattogtatni, de hát mivel már összeépítettem jó pár ilyen készletet, azért ezt el tudom nektek mondani, hogy ha azt így lepróbáljátok pattintani, akkor a világból szétszáll. Hogyha próbáljátok szétszedni a készletet, hát ez nagyon jó munka. Óvatosan kell belevánni, és akkor itt most már tényleg kezdődik is az építés, és egyébként egy nagyon furcsa építési metódus követnek ezek az ártos szettek, csak itt simán rá kell tenni egy ilyen LEGO alkatrész, ugye, ami ebben van benne, és akkor azt szerint szépen egymás után tudjátok tenni a LEGO alkatrészeket, de látszódik, hogy nagyon vékony, ezáltal nagyon repetitív építésre számíthatók. Hát igazából föl vagyok rá lelkileg készülve, összeépítem, és megnézzük, hogy hogyan is fest a világ legnagyobb LEGO készlete.
Nos, tehát, ahogy látjátok, össze is épült ez a világ térkép készlet, hát... Szerintem azért lejött nektek az építési szakaszból is, hogy nem volt a legizgalmasabb összeépítés, hogyha normális legózás élményre vágytok, akkor egyáltalán nem ez a készlet a nyerő számotokra, hiszen ez egyáltalán nem legó élmény nyújt, hanem ez ilyen mozaik-szerű pötyizésről szól, de gondolom ezt már nektek külön nem is kell elmesélni, és nagy valószínűséggel a legó is rájött erre, hiszen hogyha most fölnézzünk a legó hivatalos oldalára, hát nem igazán találunk új ilyen stílusú készleteket. Mostanában, amik kijönnek már ilyen LEGO ártos készletek, emlékezzetek vissza például a pókemberes verzióra, egyáltalán nem ezt a metódust követik, hanem normális LEGO alkatrészekből van összeépítve, és mégis egy ilyen mozaik-szerű hatást kelt, de sokkal izgalmasabb az összeépítése, sokkal jobban egy tradicionális LEGO készlet összeépítését kelt. Ez nem azt mondom, hogy ez egy rossz megoldás, de hogy egyáltalán nem LEGO-s élmény, az szinte biztos, aki LEGO-zásra vágyik, biztos nem fogja annyira szeretni ennek az összeépítését, és nagy valószínűséggel a LEGO a számokon is látta ezt, hiszen ilyen stílusú készletek, mint az előbb is mondtam már nektek, nem szoktak megjelenni, hanem ezek a modernebb verziók viszik a prímet. Ez még ugye 2021-ben jelent meg, úgyhogy egyáltalán nem friss készletről van szó, viszont idén már ki fogja vezetni a LEGO a forgalomból, úgyhogy ha még beszeretnétek szerezni viszonylag jó áron, akkor még most tegyétek meg, hiszen utána a másodpiacon ennek biztos el fog szállni az értéke, már csak azért is, mivel ez a világ legnagyobb LEGO készlete, legalábbis darabszámügyileg, tényleg elég impresszív a látvány, hát nézzétek meg, milyen hatalmas készletről van szó, föltenni a falra, ez tényleg egészen jó kiállítási darab, de az összeépítési élménye nem ennek lesz a legizgalmasabb, és hogy lássátok, hogy mégis mekkora készletről van szó, ide készítettem ugye a Batman-es verziót, pontosan ugyanaz a megoldás, mind a kettő, ugyanaz a pötyizős megoldás, esküszöm, hogyha eldőlsz. Szóval látjátok, hogy a Batman-es verzió mennyivel kisebb, és az sem kis készletek közé tartozik, az is egy viszonylag nagy készlet, és azért mennyivel nagyobb, mint a Batman-es verzió, és itt már el is tudom nektek mondani azt, hogy azért vannak itt változtatások. Tehát a régebbi ártos készletekben is voltak már olyan készletek, amikor ezeket a sima pütyiket alkalmazták, de volt olyan is, mint például a Batman-es esetben, hogy például itt is a földrészeknél látjátok, hogy ezek a fehér alkatrészek ezekkel a sokkal durvább alkatrészekkel vannak megold. Ne dőljél, kérlek. Szóval azokkal a durván alkatrészekkel van megoldva, és amikor azt a részét építettem, az sokkal nehezebb volt, mint a sima alkatrészek. A sima alkatrészeket olyan könnyen meg lehet fogni, egyből be tudjátok pöccinteni a helyére, úgyhogy sokkal gyorsabb azoknak a részeknek az építése. Ezzel szemben, amikor a földrészekhez éltem, hát ott azért voltak gondok, ott a kezemben mindig alakítgatni kellett az alkatrészt, meg kellett fordítgatni, és akkor úgy lenyomni a helyére, úgyhogy egyértelmű, hogyha a gyorsaságra akartok menni, és a fejetekből akartok valami mozaik-szerű készletet összeépíteni, akkor válasszátok a sima alkatrészeket, azokkal sokkal könnyebben tudtok építkezni, és hát egyébként az építkezés pontosan ugyanúgy működött, mint a Batman-es készlet esetében. Kaptunk 40 darab fekete alapot, arra kellett ráépíteni ezeket a színes alkatrészeket, pinekkel összetudjátok őket fogni, és akkor úgy tudjátok ezt a hatalmas térképet összeépíteni, ami nem csak ebben a verzióban tudjátok kiépíteni, hanem már az alapverzióban is háromféle metódust lehet követni, attól függ, hogy ti hol éltek, attól függ, hogy melyiket teszitek középre. Nyilván, mivel ez Európában a legelfogadottabb megoldása a térképnek, ezért én is ezt követtem, de például, hogyha itt én most az észak-amerikai régióból jöve építettem volna ezt össze, akkor az észak-amerikai régiót tudtam volna közepére tenni, vagy azt is meg tudtam volna tenni, hogy az ázsiai régiót teszem középre. Igazából ez is csak rajtatok múlik, hogy milyen verzióban rakjátok össze. És az is látható rajta, hogy ez nem egy átlagos világ térkép, tehát nem egy sima víz és sima földrészeket mutat be, hanem látjátok, hogy az óceánok és tengerek eléggé színes alkatrészekből lettek kiépítve. Ez azért lehetséges, mivel ez egy nagyon speciális, batimetrikus világ térképet mutat be, gyakorlatilag az óceánok mélységét próbálják így bemutatni ezekkel a színekkel, ami sok esetben szerintem egy kicsit már túlzás, ez a nagyon élénk rózsaszín alkatrészek nem biztos, hogy beleillenek, legalábbis az én ízlésemnek, remekül bemutatja azt, hogy hol mélyebbek és hol alacsonyabbak a vizeknek az állása. Őszintén szólva, a földrészek, hogy ilyen fehér alkatrészekkel vannak megoldva, így a színesből egészen jól kiütnek, de én biztos nem ezzel a fehér verzióval oldottam volna meg, hanem egy ilyen zöldes árnyalattal. Nyilván akkor nagyon nem ütött volna ki ebből a sokszínes LEGO alkatrészből, nekem valamiért az egy kicsivel jobban tetszett volna, de egyébként ebbe még egy játékfunkciót is beleépített, már hogyha lehet játékfunkciónak ezt nevezni, szóval be tudjátok magatokat pinelni, hogy milyen országokban, milyen földrészeken jártatok, hiszen például itt is látjátok, meg van rakva nekem ez az egyik ide Floridához, ezt ide simán bele lehet rakni, viszont ezek is fehér alkatrészek, és ennek a tetejére is színes kis pöttyöket lehet tenni. Na most ezek pontosan ugyanazok a színes kis pöttyök,
mint ami a tengerek építéséhez szükséges, úgyhogy olyan messziről, ahogy látjátok, szerintem nem is vettétek észre, hogy ez itt be van jelölve, úgyhogy ezt egy fekete alkatrészsel megoldhatták volna, hiszen fekete szín egyáltalán nincsen benne, az jól elütött volna innen, vagy akár pirossal, piros sincsen benne. Nem értem, miért ugyanezt a színt alkalmazták, de egyébként még ezen kívül sokkal több ilyen kis pötyi van, úgyhogy egész sok helyet be tudtok vele jelölni. Kiállítási darabnak remekül működik, de ha építkezni akartok, hogyha legúzni szerettek, akkor messziről kerüljétek el ezt a szettet. Nos, srácok, ez lett volna a világ legnagyobb készletének a bemutatója. Már régóta nyomta a hátamat ez a szett, nagyon nem akartam bemutatni nektek, tudjátok, hogy mennyire nem szeretem az ilyen stílusú készleteket. Viszont mivel ez egy LEGO csatorna, ezért nem hagyhattam ki. Hát a legnagyobb LEGO készletet be kell, hogy mutassam, úgyhogy a LEGO Store Budapestnek hála végre ide is elérkezett hozzám, és mint az előbb is mondtam nektek, hogyha még beszeretnétek szerezni ezt a szettet, akkor időben kapjatok rá, hiszen idén a LEGO ezt is kivezeti, nagy valószínűséggel jövőre már nem kaptok a boltokban ilyen készletet, a másodpiacon meg ugye már sokkal drágábbak lesznek, úgyhogy tényleg időbe csapjatok le rá. Ha tetszett, lájkoljátok, hogyha esetleg még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a teendő. Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok! És ez pedig lehet, hogy kirakom a háttérbe dísznek, mert hogy én ezt szét nem szedem, az Isten biztos.